Szíves a magyar drum and bass, és hát szerintem itt vannak a legnagyobb alakjai közöttünk, úgyhogy szevasztok, srácok! Sziasztok! Hello. Hát akkor Gábor, Ádám, ugye? És nem nagyon rossz a némem, úrján, ne haragudj, Gergő! Úgyhogy szervusztok, köszöntelek benneteket! Na hát eljutottunk odáig, hogy jubilál akkor a magyar drum and bass. Kicsit így történetileg tekintsük át azért ezt a korszakot, hogy hát így hogyan kezdődött. Ezt a 20 évet érdemes megmagyarázni, ez így attól számoljuk, hogy volt Budapesten 96-ban egy farsangi buli a fővárosi Nagy Cirkuszban, hogy Palotai Zsolt szervezett, és ez volt az az első buli, ahol egész este csak drum and bass, illetve dzsungel szólt akkor, és így nagyjából ez lett kinevezve ennek az egész magyarországi mozgalomnak így a kezdetének, vagy a kezdeti időpontjának. Azoknak mondj egy kicsit, vagy mesélj egy kicsit a drum and bass-ről, akik így nem ismernék ezt a műfajt. Ez egy viszonylag gyors, egy 160-180 BPM-es tört zene. Szerintem így mostanában azért rádióban is lehet vele találkozni. A Netsky, Common Club, Chase and Status, Sigma, Pendulum vonal, ez a drum and bass, és ennek bizonyos alfaja, ami picit jazzesebb, picit üresebb, vagy éppen törtebb, szalaszét ágazik nagyon sok a műfajra mennyivel. Ehhez tudják kötni, aki így most találkozik vele először. Igen, igazából pont azért jó, mert mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelő hangzást, tehát hogy annyira egy ilyen széles spektrumból építkezik az egész, hogy mindenki talál magának kedvére való zenét benne. Körülbelül egyébként melyik az a korosztály, akit így nagyon megmozgat? Hát szerintem változott. Alapvetően azért egy a fiatalabb korosztály, aki jobban megmozdul rá, de pont épp vissza tudok csatolni arra, amit az előbb mondtam, tehát hogy annyira széles körből építkezik, hogy szerintem ilyen korosztálytól függetlenül mindenki talál benne. Tehát nyilván aki fiatalabb, az jobban elmegy az ilyen zúzósabb, ilyen jump-up-osabb bulikra, de azt mondom, hogy aki már így hogy mondjam, nem idősebb, de kicsit lenyugodott, az is megtalál magának ilyen lightosabb, dallamosabb zenéket, úgyhogy na, szerintem... Na, kiszámít idősnek azért, mert hát ki az, aki ilyen lenyugodott? Amennyinek érzi magát, tehát hogy van, aki örökre fiatal marad. Hát gondolom, hogy sokan vannak ebből, itt most a drum and bass társaságban, na, de azért körülbelül így Magyarországon mennyire népszerű ez a zenei dolog? Szerencsére elég régóta van egy masszív tábor, aki szereti, tehát nagyjából a drum and bass azt egy vírushoz tud elmosolítani igazából. Az embert egyszer megfertőzi, és talán nagyon nehezen hagyja el az agyát és szervezetét. Tehát, szerencsére elég egészséges a szcéna Magyarországon, úgyhogy ezt látható a bulikon is egyébként. Tehát, mostani bulira is elég sok vendégre számítottunk. Ja. De azért azt tegyük hozzá, hogy azért te is igen sok embert fertőztél már meg a drum and bass-re. Igen, szerencsére. Hiszen Magyarország egyik legjobb, hogy is mondjam, kísérője, vagy hát legjobb formája vagy ennek a dolognak, de nemzetközi szinten is azért eléggé ismert vagy. A nemzetközi szint az azért elég nehéz, hogy elérjék a magyar DJ? A mai világban sokkal nehezebb szerintem elkezdeni. Régen mondhatni kevesebb volt konkurencia. Mikor kezdette annó? Ez bonyolult kérdés. Nagyjából a mostani projektemet olyan 2005 környékén kezdtem, Mindscape-et. Akkor még talán könnyebb volt érvényesülni, mert egyszerűen kevesebben foglalkoztak zenekészítéssel, zeneírással, illetve kevesebb volt a kiadó. Most már jóval nagyobb a konkurencia, tehát kiemelkedőbb zeneket kell ahhoz írni, hogy az ember érvényesülni tudjon. De igen, lényegében. De most ugye van ez a Blade Runners, szerintem nagyon sok mindenki ismeri. Ugye nagyon-nagyon sok bulit szoktatok szervezni ezen név alatt. Körülbelül mennyit így egy évben vagy, hogy így mennyire fogósak erre az emberek? Hát az utóbbi pár évben sokkal többet, mint korábban, de ez azt jelenti mondjuk, hogy átlagosan a 17 év alatt egy olyan 25-30 bulit csináltunk évente. Volt olyan év, mikor csak mondjuk 8-10, de volt olyan év, mikor 45-50. Tehát, hogy viszonylag sok buli, ebbe beleszámítanak mondjuk a fesztivál fellépések a fesztiválokon, a saját színpadok, valamint az mondjuk egy fesztiválon, az egy ilyen 4-5 napnyi bulizás egybefüggően, mint hogyha 4-5 bulit megcsinálnál egy klubba. Nagyjából úgy néz ki mostanában, átlagosan azt tudnám mondani, hogy két havonta van mondjuk három bulink, abból az egyik nagyobb, a másik közepes, és akkor van egy kisebb is.
ebbe. Na most tulajdonképpen nem csak a 20 éves magyar Drum & Bass-t fogjátok majd ünnepelni, hanem a 17 éves Blade Runner-t. Igen, igen, és ráadásul pont a napján, február 19-én, mert ezt mi érdekes módon az első bulinktól számoljuk, 1999. február 19-én, ami azért érdekes, mert például a DJ Fresh-nek ez volt az első külföldi fellépése, vagyis hát az a buli, amit akkor csináltunk, a DJ Fresh, és a társa a Vegas volt Angliából, ami azért elég érdekes, és ezért ez egy ilyen speciális kötődés a Blade Runner és a Bad Company, valamint a DJ Fresh között. Ádám, Gergő, veletek is találkozhatnak majd a bulizó? Igen, mind a kettő játszunk, illetve rajtuk még rengeteg régi DJ is meg fog jelenni a bulin egyébként, úgyhogy ezért egy különleges alkalom lesz. Nagyjából 40 magyar DJ, tehát sokan, akik már azóta abbahagyták az aktív DJ szakmát, ők is megjelennek egy ilyen nosztalgia erejéig. Igen, úgyhogy... tehát hogy ez egy ilyen különlegesség ennek a bulinak, hogy a 6 külföldi mellett, mert lényegében az elmúlt 20 évből, akik foglalkoztak Drum & Bass-szel DJ-zés szinten, azok most képviselni fogják itt magukat újra. Tehát, hogy ilyen szempontból is egy érdekes dolog. Pont kérdezted, hogy milyen korosztály képviselteti magát, és pont ez a lényeg, hogy szerintem itt most ezen a bulin mindenki képviseltetni fogja magát, mert tényleg olyan DJ-k is fognak játszani, akik mondjuk évek óta nem álltak lemezjátszó mögött, és pont ezért egy olyan közönséget is be tudnak vonzani, akik már nem feltétlenül látogatják ezeket a bulikat, de most megint el fognak jönni. Reméljük, hogy nem rostásodtak be, és hogy oda csaptok rendesen. Szerintem öreg réver, nem vén réver. Van egy ilyen mondás, és szerintem ez a Drum & Bass-esekre is igaz. Na hát köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és akkor sok sikert kívánok hozzá nektek. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen.